A miniszterelnök is elküldte köszöntőjét Ilonka néninek, jól halad a bölcsőde felújítása, diák önkormányzat választás, felelős nyúltartás. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 13-án 18 óra 5 perckor. A 90. születésnapján az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, a polgármesteri hivatal részéről dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető köszöntötte otthonában, családja körében Szilágyi Lajosné Ilonka nénit, és adták át részére Orbán Viktor köszöntőlevelét. Kezdjük csak valami, Ilonka. Jó napot. Kezdjük csak valami. Hát tessék megengedni, hogy Karcagváros önkormányzata nevében, majd a kolléganő átadja a miniszterelnök úrnak is az üdvözletét, oklevelét, tehát Karcagváros önkormányzata nevében nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánjak 90. születésnapja alkalmából. Nagyon jó erőt, egészséget. Csak még ez marad. És még sok évet, mert 5 évente járunk köszönteni, én még szeretnék jönni néhányszor. Hát, majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Ilonka néni, mint elárulta, gyerekként, mivel sokáig viccelték az április 1-jével, letagadta születési dátumát, inkább azt mondta, a 2-án született. Már 10 évesen gazdálkodó szüleinek segített a határban. Hát én paraszt szülők gyermeke vagyok, gazdálkodtak a szüleim, gyerekkoromban mindig kellett. 10 éves koromban már a tarlón voltam. Nem mondom, mit csináltam, kötelet raktam az anyunak. 11 éves koromban már azt mondta, hogy akkor szedjed a markot, én meg majd kötelet is rakok, meg össze is fordom. Ilyen munkával teltek. Tanultam ugyan, polgáriban jártam, de akkor is én május 1-én csutkatövet szedni mentem, nem a fürdőbe. Mert ilyen van dolog. Vasutas férjével egy szórakozó helyen ismerkedett meg, és több évtizedes örök szerelem volt az övég. A szórakozó helyen ismerkedtünk meg, hát ezt hiába mondom a mostani fiataloknak, sétáltak a fiatalok a templom után, és akkor ugye ott ismerkedtünk meg. Vasutas volt a férjem, a vasútnál dolgozott 35 évig, leszázalékolták. És mikor őtet leszázalékolták, én addig nem dolgoztam. Gyereket neveltem, gondoztam idős szülőket, és mikor leszázalékolták a férjemet 1980-ban, elmentem dolgozni. Mondom, nekem voltak TSZ idejeim lánykoromban, és azzal együtt ugye 10 évet kellett dolgozni, és akkor is úgy jártam, hogy az apus beteg lett az apám, és el kellett hozni, egy évet kiesett nekem, rá kellett úgy, hogy nem 55-ben mentem nyugdíjba, 56-ba. De nagyon jó volt. És ugye akkor már itthon volt a férjem, akkor már együtt kertészkedtünk, szeretett a kertbe járni nagyon, én is szerettem, volt kertünk, és munkáltuk. Meg hát azt mindent elkövettünk, amit lehet, hogy megtermeljük a családnak, amire szüksége van. Aztán, amikor ő is nyugdíjba ment, kapott egy súlyos betegséget, amiből szerencsére felépült, és ma is jól van. Hétközben hordják számára az ebédet, hétvégén azonban főz. Kedvence a káposztás tészta, de sokszor süt krumplis pogácsát és kalácsot is. Sütök én még kalácsot is, ha kell. Pogácsát, a krumplis pogácsát nagyon szeretjük, ilyen hagyományos. Ilyenekkel. Amúgy én nagyon régen hordatom az ebédet, én is meg vagyok elégedve vele, csak mondom, az kicsi káposztát tesznek a káposztás. Köszönöm szépen. És ezt a tortát is tessék fogadni tőlünk, szeretet.
Ma reggel barátnője, Pap Mihályné Marika néni volt az első köszöntője. 70 éves barátság az övék. Bár két gyermekét már elveszítette, de szeretett lánya és annak családja körében jól érzi magát. Rejtvényt fejt, olvas, kertészkedik, és tyúk, kacsa, gyöngyi is van az udvaron. A hosszú élet titka a munka, a szeretet a békesség, árult el nekünk Szilágyi Lajosné. Ilonka néninek televíziónk és nézőink nevében is boldog születésnapot kívánunk. Európai Uniós forrás segítségével a karcagvárosi önkormányzat megkezdte a Varó utcai bölcsőde felújítását. A projekt keretében 1972-ben tervezett és azt követő évben megépült bölcsőde épületén teljes körű korszerűsítést és felújítást végzünk. Az intézményben a tisztasági festésen kívül a megépítés óta nem történt felújítás. A nyertes pályázat keretében megtörténik az épület projekt arányos akadálymentesítése, ennek megfelelően szükségessé válik egyes helyiségek funkciókapcsolatának újbóli meghatározása. Az épület egyes szerkezeti elemeinek felújítása mellett kiemelt szerepet kap az épület harmadik, jelenleg használatunk kívüli pavillonjának korszerűsítése és átalakítása, melyben két csoportszoba kialakításával 22 új férőhellyel bővül a létesítmény. A projekt keretében az alábbi részletezett tevékenységek kerülnek megvalósításra. 1. Felújítás, korszerűsítés, beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket. 2. Átalakítás, 3. Bővítés. A pályázati felhívás 3.1.2.1 kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek. 1. Akadálymentesítés, 4. Energiahatékonysági szempontok érvényesítése, 5. Nyilvánosság biztosítása. A pályázati felhívás 3.1.2.2 Választható önálló nem támogatható tevékenységek. 1. Eszközbeszerzés, 2. megújuló energiaforrások kialakítása, 4. udvar, játszóudvar felújítása kialakítása, 5. kerékpártámaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése, 6. babakocsi tároló létesítése. Karcagváros diák önkormányzatának tagjai és az általános és középiskolák diák képviselői részvételével a Városháza dísztermében tartották meg az éves beszámolót és a vezetőségválasztást. Györfi Rita, a központ Jász-Nagykun Szolnok megyei vezetője elmondta, a mai napon lejár a védők vezetőség mandátuma. Ma új vezetőséget választanak, és egy tréninget is tartanak. Jelenleg fogja lemondani a karcagvárosi diák önkormányzat vezetőségi tagjai, tehát most ért véget a mandátumuk, és ezzel egy időben pedig meg is választódik az új mandátum, az új vezetőségi tagok fognak megválasztódni jelenleg. A diák önkormányzat szerepe az, hogy összetartsa a városban lévő diákokat, és hogy képviselje a diákok jogait. A Városi Dök saját eseményein túl a Dériné által szervezett programokhoz is kapcsolódik. Jelenleg azt tudom mondani, hogy a karcagvárosi diák önkormányzat csak saját eseményeket valósít meg, illetve a Dérinének, a Dérinével működünk együtt, az ők eseményeikre szoktunk kitelepülni. Az idei év első nagy rendezvény a mai záró rendezvény, de az új vezetőség egy tavaszváró bulit is szervezni fog. Az idei első nagy rendezvénye az most igazából a záró tréningje lesz a karcagvárosi diák önkormányzathoz tartozó dökösöknek, és utána meg majd az új vezetőség találja ki, hogy milyen programokat fognak megvalósítani, de szerintem egy ilyen tavaszváró buli biztosan, hogy bele fog majd férni. A védők tagjai az iskolai házirendbe is bele tudnak szólni, valamint képviselik társaikat a fenntartókkal szemben, de kapcsolódnak a megyei szervezet munkájához is. A városi szervezeteket folyamatosan felkeressük, és a városi szervezetek is folyamatosan felkeresnek minket, azért, mert nyilván így tud működni, tehát azért támogat igazából minket a karcagvárosi önkormányzat, hogy a karcagvárosban élő a fiatalokat és a szervezeteket is összetartsuk. Tehát, hogy folyamatosan e-mailezgetünk, folyamatosan meghívjuk őket rendezvényekre, és ez így oda. A városban a Kifli, a Karcag Városi Ifjúsági Lurkó irodában várják a diákokat a Városudvar egy szám alatt programokkal. Szabó Krisztina Éva, a védők elnöke számára nagyon jó érzés volt a szervezetben dolgozni, és az, hogy a gyermekek eljöttek a programjaikra, ahonnan boldogan mentek el. Én nagyon örültem annak, hogy tudtunk többnapos programokat is szervezni, mint például a Döktali, ami a Varó István kollégiumban volt, és az szerintem nagyon jól sikerült. Többször tudtunk kitelepülni, és ugye a Dököt is népszerűsítettük, és szerintem felkeltette a diákok figyelmét.
Nagyon örült a több napos programoknak, amit szervezhettek a vezetőséggel, akiknek tagjai most érettségiznek, így ők nem folytatják a DÖK munkáját. Az elnök 9-es, így ő újraindul a választáson, mert szeretné folytatni a megkezdett munkát, és vannak még ötletei, amelyeket szeretne megvalósítani. Szerintem egy nagyon jó évet tudtunk lezárni, és remélem, hogy a következő vezetőségnek is ilyen jó lesz a éve. Én újra jelöltettem magam, szóval remélem, hogy megválasztanak a következő mandátumba is. A rendezvényen jelen volt Szepesi Tibor polgármester is, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a diákőkormányzat már a jól és szervezetten működő egység, akik a fiatalokhoz szólnak és közösséget építenek Karcagon. A városvezető megköszönte a leköszönő vezetés munkáját, hiszen sok élménnyel gazdagodtak a fiatalok az általuk szervezett programokon, és jó munkát kívánt a megválasztásra kerülő új vezetésnek. Húsvét közelettével a felelős állattartásra, ezen belül különösen a húsvéti nyulakkal kapcsolatos állatvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet húsvétkor. Magyarországon sok családban generációk óta él az a szokás, hogy húsvétkor nyulat vásárolnak a gyerekek kedvéért. Ilyenkor előfordul, hogy a nyúltartásba a húsvét apropóján hirtelen támadt lelkesedésből fognak bele, azonban jellemző, hogy a buzgalom egy idő után alábbhagy, és hamar kérdésessé válik az állat további sorsa, olvasható a televíziónkhoz küldött közleményben. Mint írják, fontos, hogy aki nyulat vagy más társállatot szeretne tartani, előbb gondolja át, tud-e hosszabb távon is felelősséggel gondoskodni róla, és vállalja-e az állattartással járó életmódváltozást. Például egy nyúl akár egy évtizedig is élhet, és már előre tudni kell, hogy ki gondoskodik majd róla, ha a család nyaralni megy. A mérlegelés része kell, hogy legyen az állat életével, igényeivel kapcsolatos alapos előzetes tájékozódás, ismeretszerzés is. Ma már magyar nyelven is rengeteg szakirodalom érhető el, akár könyvekben, akár az interneten is, a különféle társállat tartásáról, gondozásáról. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!